Eljött az ideje, hogy a kárpáti hegyóriások után az alacsonyabb, de annál változatosabb felszínformájú tájékon, történelmi hazánk legnagyobb karsztvidékén, a Gömör-tornai karszton is ámulatba essen a hazajáró. A sziklagyepekkel, karsztbokor erdőkkel, széles rétekkel és víznyelőkkel díszített, hatalmas mészkőtáblát az évmilliók alatt a folyóvizek alaposan megdolgozták és hétfensíkra szabdalták. A hullámos felületű felszín alatt pedig kisebb-nagyobb üregek ezreit, cseppkőképződményekben gazdag barlangokat vájtak ki, amelyek ma már a világörökség részét képezik. De a víz mellett a gyarló emberi szándék is belehasított e vidékbe, amikor a trianoni sorompó tájakat, városokat, embereket választott el egymástól. Ám a hazajáró nem ismer határokat. Az alsó hegyről indulva a széles szilícei fensíkot keresztül szelve, a felső hegyig körbejárjuk a Tornai medencét. Közben ellátogatunk a karsztot övező apró, magyar lakta falvakba, hogy kezet szoríthassunk nemzeti hagyományaikat hűen őrző honfitársainkkal. Elsőként innen, a Bódva völgyéből pillantjuk meg az Alsóhegy vonzó vonulatát. És már szippant is magába az átlagosan alig 300 méter magas, mégis mesés kincseket rejtegető fensík. Vándorutunk az Alsóhegy déli nyúlványán ücsörgő apró, de annál barátságosabb szögligeten visz keresztül. A település fölött a Ménesvölgyben várja a vándorokat az Akteleki Nemzeti Park Szalamandra háza, ahonnan kitűnő túrák tehetők meg nem csak az akteleki, de észak felé a felvidéki karszt irányába is. Látod, milyen jól mutatja ez a térkép, hogy járjuk körbe a Tornai medencét? A Torna Nádaskáról indultunk, Alsóhegy, ugye most itt vagyunk, Szögliget fölött, Szalamandráznál, Szádvár, Derenk, itt átkelünk a felvidékre, a Torna völgyében föl a szilícei fensékig, majd a széléről lelátunk a Rozsonyi medencére, leereszkedünk majd Várhosszúrétre, aztán vissza a Felsőhegyre, a Piroson, és aztán a végén leérkezünk Torna Görgőre. Távon mennyi lesz? Hát körülbelül egy 30-40 kilométer. Jól kiépített turista ösvények várnak ránk. Itt van mindjárt a Szádvár tanösvény Pirosvár jelzése, ami a legendás Várhegyre kanyarog. A Ménesvölgy fölötti 460 méteres sziklacsúcsra kapaszkodunk, ahol Szádvárának romjai emelkednek. A fénykorában hatalmas kiterjedésű erősség egykoron a Miskolcot Kassával összekötő Bódva-völgyi utat és Tornavidékét őrizte. A legenda szerint a várat IV. Béla idejében egy nagy gyémántért cserébe építette fel egy juhász, akit Bebeknek hívtak. Jó helyet választott, hisz maradék falairól elragadó a panoráma a környék karszthegyeire. A tekintélyes várat annak rendje és módja szerint a császáriak rombolták le a 17. században. Úgy tűnt, Trianon végleg megpecsételte a vár sorsát, hisz a sorsukra hagyott romok épp a tiltott övezetbe, a határ közelébe kerültek. Ám korunk lelkes várvédői, a Szádvárért baráti kör még idejében lépett, hogy legalább a romokat megmentse a további pusztulástól. Sziasztok! 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 Mi áradban erre? Nézegetjük ezt a falat. Szeretnénk pályázni ennek a befejezésére, meg elkészítésére. Ti ilyen várfelújítók vagytok? Vagy minek? Foghatjuk erre is, igen. Nevezzünk.
Inkább egy ilyen várbarát csapat, ami szeretné ezt a műemléket megóvni. Ez egy erdő volt ez az egész terület, sikerült kitisztítani, és biztos láttátok, hogy egy-két fal már föl van újítva, és ezeket a falakat évről évre szeretnénk folyamatosan állag megóvni. Nagyon sok sikert kívánok a köszönjük munkátokhoz. Szépen! Köszönjük! Sziasztok! Sziasztok! A vártól nyugat felé indulunk tovább. Európa első hosszú távú turista útja az 1938-ban életre hívott Szent István vándorlás nyomvonalán, ma ismert nevén az országos kék túra jelzésén. A maradék haza északi tájainak turisztikai gyöngyszemeit összekötő több mint 1100 km hosszú túraútvonal karsztvidéki szakasza érinti az 1940-es években vadászterület céljából kiürített és elbontott község dereng maradványait is. Az emlékhelyen épp kék túrázók egy csoportja tart pihenőt. A romközségtől az Alsóhegy platóján észak felé haladva alig 2 kilométer után érjük el a zöld jelzést. Ezen az úton ereszkedünk le a Tornai medence nyugati szegletében helyet foglaló Jablonca felé. De csak azért, hogy már is visszakapaszkodjunk a karszt világába, a szilicei fennsíkra. Ahogy felfelé szerpentinezünk, a hegyoldal erdejéből felénk andikál az egykor várnak helyet adó hatalmas sólyomkőszikla. A nádasokkal övezett gyökérréti tó jelzi, hogy felértünk a fennsíkra. A tavacska felett 550 méterrel a tengerszint fölött fekszik a fennsík névadó települése, a magyar többségű szilice. A település körül pedig ott terül el a környék legnagyobb karsztplatója, a szilicei fennsík, amit az innen induló kékjelzésen szelünk keresztül, délről északi irányban. Azt mondják a tudósok, a könnyen oldódó mészkő alkotta hegységek csodás karszt jelenségei a csapadéknak köszönhetik kialakulásukat. Az esővíznek csak töredékét vezetik el a felszíni vízfolyások. Nagy részük a felszín alá szivárog, és rendesen megmunkálja a hegység belsejét. Örökké alkotó szobrászként oldani kezdi a mészkövet, és évezredeken át töbröket, zsombolyokat és barlangokat vés magának. Azt is mondják, hogy a szilicei felszínt eredetileg erdő borította, amit a környék népe kitermelt, s a területet legelőnek kezdte használni. Így a talaj lepusztulásával alakultak ki a fehérlő karmezők. A korszellem már kikoptatta a szarvasmarha és a juh legeltetését, így az ördögszántásokat egyre inkább kezdik visszahódítani a karsztbokor erdők. Olyan tiszta tavaszi idő van, hogy még a kisebb testvérei lassú karsztosodását tisztes távolból figyelő Magas Tátra havas hegycsúcsai is szemünk elé kerülnek. A fennsík északi széle felé közeledve fokozatosan elmaradoznak a kopárlegelők, és a Lukács-Bükkös környékétől egyre sűrűbb karszterdőkbe hatolunk be. De még itt e járatlan úton sem nyugodhat a vándor lelke. Még ennek a békés, csendes erdőnek a legeldugottabb zugában is áldozatra emlékeztető és hősiességre figyelmeztető jeleket hagyott nekünk a történelem. Mi botlunk. Honvédség, álmomban nem gondoltam volna, hogy itt fönn a fennsíkon. Második világháborús. Nagy harcok voltak itt különben. Innen a hegyről lőtték a Sajóvölgyét. Azt hiszem pont románok. Vannak hüvelyek is. Mennyire jellemző, hogy románok lövik felvidéken a magyarokat. Kalász, árva magyar kalász,
miért csillog a könny, a búza szemeken, kavász. Ahogy a hosszan elterpeszkedő fennsík északi peremére a leánykőre érünk és letekintünk, nem csak hamisítatlan kárpáti tájak békés képét látjuk. Mert ez a szépséges környezet egyben a felvidékre szakadt magyar testvéreink valóságos küzdőtere, ahol ma már idegenként kell helytállniuk, nap mint nap megküzdve magyarságukért, anyanyelvükért, hitükért. Ennek a szívós küzdelemnek az élettere a Rozsnyói medence, központjában a panelekkel körbevett patinás Rozsnyó városával, a Sajóvölgye apró településeivel, szemben a Pozsálóhegy vonulatával, és ott, azon a szemközti dombon, a minap égő fáklyaként az égbe kiáltó Krasznahorka várával. Mert a szél, a pincek tetején. Jól teszi a vándor, ha nem csak madártávlatból figyeli a történelmi Gömör Kishont vármegye eszegletét, hanem a sárga jelzésen leereszkedik a fennsík lábához a Rozsnyói medencébe. Lát leletet venni, hogy él itt a magyar a hegyek között a 21. században. A Csermosnya patak partján fekvő várhosszú rétre látogatunk. Az erdőből kilépve az első házak között már is egy motívumokkal ékes faragott kapu jelzi a gömöri magyar lélek halhatatlanságát. Jó napot! Jó napot! Áldjon az Isten! Kapuból láttuk, jó portán járunk, hogyha jön a híres fafaragó. Hát annyira híres, nem vagyok, de fafaragó. Ulman István helybéli fafaragó az egyik záloga annak, hogy várhosszú rétről ne halljon ki a magyar szó. És általában miket készít? Kapukat, kopja fel? Kapukat! Kopjafalkat, templom belsőket, amikor itt volt a pápa Rozsnyón Vojtilla, akkor neki is az ajándékot mi faragtuk a Vatikánba. Láttuk itt a kapun egy Tamási idézetet, hogy nekünk szülőföldünk van és sok-sok tennivalónk. Milyen tennivalóak ad itt? Ez egy nagy mondás, a gömöri kézműveseknek a mottója, és én azt hiszem, hogy úgy fején van találva a szög, mert itt a szülőföldön, meg a kisebbségi létben, hát mindenkinek van tennivalója, sőt, nagyon sok kéne, hogy legyen, hanem gondolom csak fizikai, de szellemi tennivalója is. És sokan tesznek is? Vagy? Hál' Istennek ebben a faluban vagyunk. Mi voltunk az első 94-ben, akik a felvidéken falunapokat szerveztünk, szinte semmiből, mert mi nem pályáztunk, hanem összefogásból, és 94-ben megfaragtuk a katonatemetőt a 130 magyar katonának, és hát ezt se pénzért csináltuk mi, rá is írtuk, hogy becsületből. Tehát itt vannak emberek, minden éven több kulturális rendezvényünk van, kézműves házat építettünk, ahol műhelyek vannak, ahol fiatalok, idősebbek tesznek, vesznek, faragnak, állandó jelleggel is. Pistovácsi. Megnyugodtunk, hogy itt hol mennek a dolgok, vár rosszul rétem, úgyhogy... Csináljuk a dolgunkat. Én azt mondom, hogy nem igaz, hogy még a nagy nyomások mellett is nagyon szép dolgokat lehet csinálni. Én azt mondom, Magyarországon is olyan megaláztatás, olyan alacsony pont nem létezik az emberiség történelmében, történetében, akárhol a világon, ahol nem lehet felemelkedni. Nem létezik. Nem létezik. Mert ha vesszük a tatardúlást, amikor újra kellett építeni az országot, a törököket, ahol ma egy kicsit szabadabb világú, de azért tudjuk, hogy mi volt, aztán jöttek a rendszerek, Habsburgok, oroszok, most mi van? Mind széthult. Apám 3,5 évig volt orosz fogság, belvitték, mint Leventét. Nem tudták, hol vannak. 43 kilóra lefogtak. Amikor ma a vége volt, akkor a felvidékiek, a 8000-en, ott az Uralba, ott maradtak. Kijött a magyar képviselet, azt mondja, fiúk, itt titeket hazavinni nem tudunk, mert ma nem tartoztok hozzánk. Akkor kijött a szlovák, csehszlovák, azt mondta, hogy nálunk nincsenek magyarok. És apám még ott álltak. Az orosznak se kellettek, nem kellettek senkinek.
És akkor elhoztak őket mégis egy magyar külön vonattal Debrecenbe, és onnan jöttek haza gyalog. És akkor tudtak újra kezdeni, mert én is az ő fia vagyok, négy gyereket. Felneveltek becsülettel, magyar iskolába javarattak, ahogy én is a gyerekeimet. Tehát el tudtak indulni Krasznóuralból, a semmiből vissza haza, és talpra állni. Akkor most miért nem tud Magyarország talpra állni, vagy a Félvidék, vagy Erdély? A szavak súlya alatt földbe gyökerezik a lábunk, s valahogy nem akaródzik tovább indulni innen. Pedig ideje, hogy a fensík, majd a lábainál heverő falvak után a föld alá is leereszkedjünk, a felszín alatti karsztosodás jelei után kutakodni. A gömörtornai karszt területén ugyanis több ezer barlangot tartanak számon. Ezek egyik gyöngyszemébe, a hosszú réti buzgó barlangba igyekszünk, ami a világ egyik legnagyobb cseppkövét rejti magában. A bejáratánál Jerg Zoltán rozsnyói barlangász vár ránk. Ez a barlang ugyanis csak vezetővel látogatható. És mikor tárták fel ezt a barlangot? 1964-ben fedezték a rozsnyói barlangkutatók, Roda István és Erényi László vezetésével. Körülbelül egy évig dolgoztak itt, 15-en. 120 métert kellett kiásni, amíg sikerült bejutniuk a barlangba. Azóta már itt a barlangászok több generációja dolgozott, kutatott. Jelenleg a feltárt részek hossza 1355 méter, ebből a kiépített rész 450 méter. A barlangban nincs se betonjárda, se villanyvilágítás. Tehát nincs kiépítve. A kalandos utunk lesz majd, akkor befelé. Kalandos túrának mondható. Mennyi idő alatt érünk el a cseppkőig? Körülbelül 1 óra befelé, és fél óra vissza ugyanazon az útvonalon. Világörökség részét képező érintetlen föld alatti csodavilág rejtekeiben szűk járatokon közelítjük meg a barlang mélyét. Barlangtúránkat egyre pompásabb cseppkövek szegélyezik. Az óriások termébe érve ott magasodik előttünk a 34 méteres óriási cseppkőoszlop, a rozsnyói barlangászok cseppköve. Gigantikus. És hogy emiatt ide a legtöbb látogató, mert a környéken nem látni sehol, 34 méter magas. Valamikor szerepelt a Guinness rekordok könyvében is, mint a világ legnagyobb cseppköve. Hát azóta már találtak nagyobbat is. Ez azért különleges, mivel itt van Közép-Európában. Úgyhogy jelenleg az Ip-Európa leghatalmasabb, legnagyobb cseppkövé. Cseppkő egy év alatt mennyit nő körülbelül? Hát ez nagyon jó kérdés. Egy köbmillimétert? Az érdekes, hogy a cseppkő nagyon gyorsan nőtt, nagyon rövid idő alatt. Úgyhogy az itteni égházi viszonyokhoz képest csodának számít a növekedése. Körülbelül 2000 tonna, de csak 10.000 éves. Úgyhogy ezt átszámítsuk, az évente 200 kg. Ez nagyon magas szám, így összehasonlításképpen nem messze gombaszögi barlangban, 1 gram 290 évig növekszik. És egyelőre úgy tekintünk rá, mint a természet csodájára. Visszatérve a felszínre, elbúcsúzunk a szilicei fensík birodalmától, és a Tornai medencét északról záró felsőhegyre kapaszkodunk fel. Szia, Matisz István. Kedves Oszkár. Sikeresen, akkor ideértünk hozzád. Jó volt, látottak valami érdekes. A Szoroskői hágótól a Gömör-Tornai Karszt Nemzeti Park természetvédelmi őre Matisz István lesz a túratársunk. Most éppen itt vagyunk a Nyeregben, ami tulajdonképpen elválasztja a szilicei fensíkot a felsőhegytől. Gondolom tudtok arról, hogy Nemzeti Park területén vagyunk. Nemzeti Park 2003-ban alakult. Én itt a park területén vagyok természetvédelmi őr. És akkor tulajdonképpen majd a túrát közösen folytatjuk itt a felsőhegyen, ami a legmagasabb részét képezi a Nemzeti Parknak. Nagyon érdekes helyeket fogunk látni, szép kihatás lesz a Tornai-medencére, egy kicsivel tovább a Tornai-várat is fogjuk látni, úgyhogy szerintem egy egészen szép túra. Elején vagyunk. Állunk elébe. Merre indulunk innen?
Hát most tulajdonképpen itt folytassuk a piros ösvényen, és ez elvezet minket egészen Szalvadorig. A Felsőhegy karsztfennsíkja a környék legmagasabb vonulata, néhol egészen 800 méter fölé emelkedik. A szélesen hullámzó háton gyertyányos erdők és felhagyott legelőrétek váltogatják egymást. Lucska fölött már alig vehető észre az egyik eltömődött víznyelőben kialakult időszakos karsztó maradványa. Itt valamikor rendesen víz volt egy 10-15 évvel ezelőtt, de akkor teljesen más jellegű volt a gazdálkodás. Teheneket legeltettek itt, juhokat, és állítólag annak köszönhetően, hogy a tehenek kitaposták a tó alját, jobban megtartották a vizet. És azóta, amit nem folyik itt intenzív gazdálkodás, sajnos ez a tó rendszeresen kiszárad. Sőt, nem is, hogy kiszárad, de egyszerűen nincs is benne víz. Teljesen megszűnt az állattenyésztés, fönt is legeltetés? Az egész karszt területén, és ez egy eléggé nagy probléma, mert nagyon sok helyen tulajdonképpen megszűnik az az érték, amit védeni kezdett a Nemzeti Park. Igen. Értékes növényelőhelyek teljesen bebokrosodnak, befüvesednek, és egyszerűen eltűnnek az értékek. Ma már legeltetni nem, csak turistáskodni jár ide az ember. Rácsodálkozni a természet harmóniájára. Itt van például ez a hatalmas hangyaboly, ami első ránézésre kaotikus képet mutat. Pedig ki gondolná, hogy ebben a földkupacban berendezett államban rend uralkodik, ahol minden egyes hangya tudja és teszi a dolgát. Ahogy tovább haladunk az összeszűkülő felsőhegyi fennsíkon, az országos kék turistaút megálmodója, Strömpöl Gábor kíséri utunkat. Hol itt a völgy? Hol itt a hegygerinc? Ne keressük! A karszt nem tűri a szabályosságot. A karszt domborzata a kőbe ojtott kúszaság. Mélyedései csak tölcsérszerű lyukak, töbrök. Ha meg a töbrök csoportokba verődve sziltében szóródnak szét, olyan ragyavert térszín alakul ki, hogy alig tudunk rajta eligazodni. Figyelni, ügyelni pedig kell, különben irgalmatlanul eltévedünk. A látnivaló pedig temérdek. Ott az a sok zsomboly, azok 100 métert is meghaladó természetes aknák. Valamennyi félelmetes látványosság, de olyan eldugott helyeken, hogy vezető nélkül meg sem találhatók. El lehet mondani a zsombolyokról azt, hogy a szlovák karszt az nagyon gazdag barlangok tekintetében, csak a szlovák oldalon tulajdonképpen 1000 barlang található. Ebből a nagyja zsomboly, ilyen függőleges jellegű. Milyen egyéb karszformák vannak még itt a gömörtornék? Hát az ilyen felszín alatti formákon kívül megtaláljuk tulajdonképpen az összes karsztra jellemző felszíni karsztípusokat, mint a kármezőket. Nagyon sok víznyelő van. Felszíni formákhoz tartoznak ezek a különféle sziklaormok, és maguk a fennsíkok is tulajdonképpen az ilyen felszíni formákhoz tartoznak. Valamikor a karszt tulajdonképpen több millió évvel ezelőtt, ilyen 200-210 millió évvel ezelőtt egy kompakt hegységet alkotott, de a átfolyó víz, ami a ércecségtől folyik, felosztotta ilyen darabokra tulajdonképpen. Ebben 7 különálló fennsíkra. És igazából akkor ezt is a víz hozta létre? Persze, ezt is a víz hozta létre. A víz tulajdonképpen gyenge savas hatása nagyon jól oldja a mészkőt. És ez a repedések mentén befolyik évszázadok, évezredek, évmilliók során tulajdonképpen nagyítja, tágítja ezeket az üregeket, és végeredményben létrehozza ezeket a zsombolyokat. Hát köszönjük az idegenvezetést, mi lemegyünk ide Tornagörgőre. Aztán... Nagyon szívesen, remélem, hogy majd még valamikor a közeljövőben találkozunk hasonló túrazás kapcsán. Köszönjük is. Sziasztok. Jó túrazást tovább is. Jó utat. A sárga jelzésen meredek, karsztos hegyoldalon ereszkedünk le a Felsőhegyről. A Kerekhegy szikláiról még vetünk egy utolsó pillantást a Tornapatak keskeny medencéjére. Szemben túránk első megmászott vonulata, az Alsóhegyin búcsút. A távolban már ott hívogat a csodás Szádelői völgy, és a medence fölött örködő Tornai vár is. De mielőtt elbúcsúznánk, fejet hajtunk még az alattunk fekvő Tornagörgő előtt, ahol a mai napig nemes magyarok élnek.
A legenda szerint ugyanis IV. Béla királyunk a Muhi csatából menekülve a falu fölötti sziklák között talált menedéket, s az ott fészkelő galambok tojásával csillapította éhségét. Hálából a meneküléskor nyújtott segítségért a falu összes lakóját nemesi címre emelte. Azt regélik, úgy megtetszett neki a vidék, hogy később is gyakran visszatért ide vadászatokra. Így lett legendává Galamboskő. S ami egykoron királyoknak nyújtott menedéket, most a megfáradt vándort is befogadja. S ne tagadjuk, nagy királyunkhoz hasonlóan mi sem tudunk betelnie vidékkel és hűséges népével. El is határozzuk, nyomban visszatérünk ide tovább élvezni a tornai karszt varázslatát.